Na, sziasztok, üdvözletem! Most jelenleg innen Monoldról, de majd a végső útállomás a Szegléd lesz. Egyébként szintén egy vonalbejárós videó, most biciklivel, spotter biciklivel vettem. Csak Kőbányaoson az esőzben este szálltam fel, és ugye Ferihegyen nem szálltam le, mert késő kapcsoltam, és elindult a vonat, így Monold volt a következő, hogy leszálltok és átszálltok az zónára. Úgyhogy most kb. 5 perc múlva jönni fog, egyébként most pontos udattam, úgyhogy megvárjuk. És közben most feltámadt a szél, nagyon jó, örülünk neki. Látjátok, itt van Honor, na. És végre kegyeskedtek kiírni a kijelzőre, hogy innen indul a Szeglédi. Nagyon jó, akkor jó helyen jöttem fel az aluljáróból. Benne áll egy tehervonat, egyébként az elején meg egy gigant van. Nem tudom mennyire látszik, de egy gigantos teher, és hát valószínűleg most még el fog valami haladni, és utána esetleg kiengedik a konténervonat. Arrafele van a farakodó, egyébként ott szoktak fátrakodni, láttam innen már képet, meg láttam már fával teli vonatot is ide bent. Ez pedig azt hiszem csak a Bizbernek az épülete. Egyébként egy gyors monoltúr, vasútállomástúr legalábbis. Aztán remélhetőleg fölött fog jönni, és nem pedig kecske, és akkor egyszerűbb lesz föltenni a biciklit is. Kicsit előrébb megyek a peronnál, mert aki tudja, hogyha meg ilyen kecske inga lesz, akkor meg vagy az elején, vagy a hátulján van a biciklikocsi. Úgyhogy ez meg... Most akkor lehet inkább itt középen kéne maradni. Hát, amint látjátok, nem jött be, nem fölött jött, hanem kecske szar. Úgyhogy ráadásul. És ráadásul az utolsó kocsiba volt a bicikli szállító a jelzettel ellentétben. A vonatdroidon azt mutatta, hogy a Szili van hátul, a BDD meg elől. Hát valóságban meg fordítva volt. Ugye most itt vagyok a vezérlőkocsinál, és itt van a bicikli szállító. És mivel rajtam kívül nincs most még biciklis a vonatom, és remélhetően egy Szeglédig nem is lesz, itt nem is ül senki. Úgyhogy akkor irány tovább Szeglédre. És akkor megérkeztünk Szeglédre. Szóval, és a vasút vonal pedig mindjárt mutatom, hogy hol volt, mert nem a megszokott vasúti vonal hálózatból ágazott ki, amit itt most látunk, de az átépítés előttiből se, hanem a végállomása a Hantházai vasútvonalnak az valahol itt volt, itt most a P+-tel parkoló környékén, innen indult, mindjárt mutatom, hogy erre, és ott azt az épületet így egy ívesen kerültem meg, és itt a Kossuth-Ferenc utca bal oldalán ment, és nagyvasúti kapcsolat meg annyi volt, hogy volt itt egy vágány, ami az első vágányra csatlakozott, ami itt a végállomásban ágazott ki, és akkor így menetirányváltással lehetett a nagyvasútra bemenni. Itt a vasútvonalat 1990-ben kezdték építeni, az 1911-ben, jól emlékszem, akkor lett készen. De majd vágok be ilyen feltörőpontos képeket, mert 1970-ben szüntették meg a vonalat, és egy évvel később már sineket is felszették, de az 1959-es vagy 1965-ös légi felvételeken még látszik a nyomvonala. Az alapján fogom én is követni, mert nyilván az elvesztett sinek Magyarországon oldom, és az alapján ugye rajzolták be a nyomvonalát. És ami még érdekes, hogy a keresztül ment a városon, és nagyon sok megállója volt, mert gyakorlatilag itt ilyen helyi közlekedést is ellátott. És igazából ez is lett a Vesztel, igazából a közlekedés politikai koncepcióban főleg erre hivatkoztak, ugye a szokásos alacsony utasszám mellett, ami egyébként nem volt annyira alacsony. Én balesetvédelmi lassú, nem tudom, hogy hívják, volt végig a Szegléd város belterületén. Na, majd csak kimondom valahogy. Szóval ilyen 10-15 km/h-val tudott a vonat átmenni, és emiatt nagyon lassan ment át a városon, és a forgalmat feltartotta. Mert akkor még a 4-es főút is a városon belül ment, ugye most már elkerüli a Ceglédet, de akkor még a régi 4-es az keresztül ment, és nem volt sorompó, csak szintbeni átjáró, és jelződös fedezés, és így. Tehát feltartotta a főút forgalmát is. Hát, nyilván ezt meg lehetett volna oldani, lett volna leakadat, meg lából a lassúját és még egy védőkorlát építésre fel lehetett volna számolni, de hát akkor már kimondták volna a ítéletet erre a vasútra. És azt még nem mondtam, hogy ez normálnyomtávú vasút volt, viszont indult innen Tiszajenőre egy kis vasút is, az szintén innen indult mellőle és a másik irányba, de azt majd később fogom bejárni, nem ma. Az majd egy későbbi projekt lesz. Most elindulunk egy és akkor ezt a kis vasútot be fogom járni. Reményeim szerint Hantházaig álltok, mert egyébként sok vasúti épület az legalábbis régebben még állt, remélhetően, hogy most is állni fog, és meg fogok tudni nektek mutatni. Hát akkor gyerünk, menjünk. És itt jött a kis vonat, és látjátok, hogy nem kis vonat, ez normál nyomtávú rendes vasút volt. És itt látjátok azt a kerítésnek az ívét. Na most
Ez nyilván nem véletlenül ilyen. Itt ment a tövébe a vasútvonal, és ott még látszik is, hogy valamennyi nyoma ott a mellette az a kitaposott ösvény. Hát itt van a buszpályaudvar mellette. Hát ez később épült ide. Itt, akkoriban, amikor még ez a vasút itt járt, akkor ez egy préri volt. Panelházak se álltak még. Szóval itt jött a vasút. Így. És itt szerintem ott átvágott egyenesen, és ott a Kossuth-Ferenc utcánál, ott a sarki ház, ahol látjátok, na ott fordult el. És ment a... Hát azt szerintem most a járda helyén, majd megpróbálok én is ott menni, ahol a vasút ment, de... Itt az útnak a bal oldalán ment. Azt hinnénk, hogy a jobb oldalán ment, de nem. Itt a fentről pontú képén az teljesen tisztán látszik, ott is ott egyik a rusz, na. Akkor viszont itt lesz egy fotómegállás. Azért az ikarú szél muszáj. És megint föltámadt a szél, most egy ilyen hülye idő van, hogy hol fúj a szél, hol nem. És a felvétel miatt ez okoz problémát, de majd most igyekszem hangosabban beszélni, hogy a szélzaj ellenére is halljatok, de... Na és akkor megmutassam, hogy hol volt, és igen, és itt ment a vasút. Itt az olyan... Itt paskaköves út volt akkor még, hogyha felvétel jól láttam, bár fekete-fehér és a minősége nem a legjobb, tehát nagyobb a vasúti pályát ki lehet azért venni, és itt ment végig egyenesen. És egy kilométerre arrébb volt egy Széchenyi tér nevű megálló, majd azt megpróbálok megállni, megnézem a koordinátákat, hogy pontosan hol van. És akkor most mentem át vonatpótló biciklibe. Itt nagyjából a járda helyén ment a vasút. És ott szerintem ott a lámpás kereszteződésnél lesz majd az első megálló. De majd elgurunk addig. Szóval valahol itt az iskolával szemközt, bár akkor az iskola még nem volt itt, de azzal szemközt, valahol itt volt a Széchenyi tér megállóhely. Itt nagyjából a járda helyén ment a vasút, és itt lehetett a peron valahol, de ennek már semmi nyoma nincsen, úgyhogy megyünk tovább. Itt még sokáig egyenesen ment. És későbbiekben talán még sírdarabokat is fogunk találni, bár igazából az a baj vele, hogy sokáig ugye meg volt az aszfaltba, de itt pár éve volt egy több szakasz, ahol újra aszfaltoztak. Tehát ott valószínűleg ott eltűnt, mert ráaszfaltoztak a sinekre. Tehát volt, hogy régen maskakő volt, aztán utána leaszfaltozták, és akkor az útátjáróban ott van a sinekre, meg ráaszfaltoztak. Itt talán jobban kivehető a vasút kérdése. Látható nyoma már nem marad, de itt ment a vasút egyenesen. Ja, igen, egyébként van egy ez a fánál itt egy emlékmű, van itt valószínűleg elütöttek valakit, de itt. Tehát itt ment a vasút, az út meg a járda között, itt nagyon rá lehet ismerni. És az Ungvári pince megálló volt a következő, na most pont rossz felől fúj a szél, de ez volt az a bolos pince szerintem, bár most nincs rá kiírva semmi, meg már szerintem régen nem abba funkcionál, de ami a megálló nevét adta, viszont itt volt a vasút, itt jött, és valahol itt lehetett a megállóhely. És akkor forduljunk el. És ami még érdekesség innen, hogy 1940 óta, ha jól emlékszem, a vasútállomások.hu-n írtak, már nem állt meg. Csak a lefelé, a Szegléd felé érkező vonatok álltak itt meg, fölfele nem. Mert itt látjátok, hogy itt van egy kisebb emelkedő. Na szóval van itt egy emelkedő az úton felfelé, és ez akkoriban még a gőzösödnek, amik itt jártak, gondot okozott itt elindulni a rakott kocsikkal. Tehát itt a balos pincéből itt a tartálykocsikat minden fejtettek át. És a nehéz lakománya nem tudott megindulni a vonal sokszor, és emiatt mondták, hogy csak lefele lejt irányba lehet megállni. És érdekesség, itt van egy tévétorony, ami gondolom, itt az valami helyi átjátszó állomás lehet, de ennek majd utána kell nézzek, viszont azt látom, hogy ott van fel a tetején a DVB-t antenna. Az DVB-T, tehát az a digitális tévéadás. Ott azok a dob alakú antennák, azok jellemző a mobiltelefon átjátszók, ez a kis téglatest alakú is, az 4G-s antenna. Közben az a fém antenna, meg az meg szerintem egy FM rádiónak az adója lehet, egy körsugárzó antenna, de hát ezt pontosan nem tudom, ennek utána kéne nézni. Úgyhogy pontosan még a frekvencia.hu-n ott meg lehet nézni, hogy melyik adótolajomból milyen teljesítményel és milyen adásokat adnak. Szóval valahol itt volt a Kossuth tér megállóhely, ugye most vagyok a Kossuth téren, és innen jött a vonat, és csinált egy ilyen, bejött ide a tér közepére, és itt szerintem a Petőfi utcán ment tovább, szerintem az lesz az ott szembe, de ezt majd meg kell nézni, nem vagyok biztos, majd odaére kiderül, de itt csinált egy ilyen kis kulfrit, és így ment tovább. Tehát a megállóhely pedig valahol itt volt, és
valahol itt lehetett a peron, meg a vasút, de innen már az abszolút semmi nyoma nincsen, elnézünk el, de csak itt meg pont előfúj a szél, mert már meg fúj természetesen. Tehát nagyjából így jöhetett a vasút, és itt valahol bement a középre, és szerintem ott azon az utcán ment tovább. De hát majd nyilván a fentő pont, hogy egész idáig még követhető volt, amikor néztem itt az előzetes tervekben, hogy tudom én ezt a vonalat bejárni. Aztán, hogyha kiérünk Szeglét határán, akkor meg már bicikliút lesz a vonal helyén, onnan egyszerű a dolog. De hát akkor menjünk tovább, aztán nézzük meg, hogy állunk. Tehát itt a Petőfi utcának a vége, tehát itt egyenesen szerintem itt a járda meg a izé között, ott az autóparkol, mondjuk ott arrafele tovább, itt ment a kis a vasút. Úgyhogy itt gyakorlatilag azt hiszem a déli útig egyenes, tehát csak ezen az utcán kell végigmenni. És akkor sikeresen megérkeztem a déli út nevű megállóhelyhez, itt a megállóhely neve is ez volt, és egyébként valóban ez a utca itt a déli út. Ez volt a Petőfi utca, amíg jöttem, ez pedig már nem biztos, hogy a Petőfi utca lesz az is, de mindig, tehát megálló pedig itt volt a sarkon valahol. A vasútvonal itt jött. Valahol itt szerintem az út meg a járda között, és itt volt a megálló. És valószínűleg itt arra ment tovább. Tehát itt lehetett, és korabeli leírások szerint is csak egy esőbeálló volt itt épületben, tehát ez a ház itt a sarkon, na nézzük meg akkor még egyszer, tehát ez a sarki kétszintes ház, ez nem a vasúthoz tartozott, és nem a megállóhely épülete volt. Egyébként igen, jellemző erre a vonal, főleg itt a városon belül nagyon sűrűn vannak a megállóhelyek, tehát itt egy kilométeren belül körülbelül vannak, tehát hogy elindultunk Ceglédről, még 3 kilométert jöttem, és ez már a harmadik megállóhely, csak a városon belül, tehát tényleg valószínűleg egy ilyen városlátszerű dolog is volt, bár itt külön helyi járatot nem indítottak, legalábbis nem tudok róla. De bizony itt ezért itt helyi forgalmat is bonyolított, tehát főleg inkább a tanyavilágból, vagy a tanyavilágból a városba érkezőknek volt ez a megálló jó. Tehát a Kossuth tér környékén volt a piac, ott nagy volt a forgalom, és vettek a vonatot, mert ott külső tanyavilágból behozott ilyen élelmiszereket, ezzel a vonattal vitték a piacra. Hát azért volt itt forgalom. Tehát hogy áruszállítás, személyforgalom, minden volt. Akkor mindjárt elnézek a térképre, de szerintem ezen az utcán ment tovább, csak nem tudom, hogy melyik oldalt. Lehet, hogy a másik oldalt ment. Itt volt Újváros megállóhely, viszont ez még a vonal életében megszűnt. Ez 1940-es menetrend, de már nincs benne, az 1943-as, amíg benne van. És itt arrafele ment tovább, tehát ott az épületnek a helyén. Tehát gyakorlatilag itt beépült a vonalnyomvonala, de egyiket itt kanyarodott egy ívvel. Az épület, ami most egy bolt, ami egyébként zárva van. Tehát itt a maskaköves résznél még lehetett a peron. Na kezd érdekessé válni a dolog, mert látjátok, hogy a Várkonyi István utcán is így keresztül ment. És látnátok, hogyha a kamera megtalálna a fókusz, és Gerje megállóhely is ott van. De úgy ott hátul, tehát az eredeti vasúti nyomvonal az itt van, de azt nem lehet követni. Egyébként ez a Várkonyi István utca, tehát valahol itt jött át a vonal a túloldalra. Már mindjárt mutatom, tehát itt valahol itt, és akkor itt ment, így a házak mögött. Tehát még Gerjének az épülete az úgy tudom, hogy még megvan, csak nem biztos, hogy meg tudom közelíteni. Mert ugye, itt a házak mentek, de a sinek azok a túloldalt voltak. És igen, itt van Gerje. És ez volt az állomás épület, aztán csak már nagyon átalakítva, és nem lehet rá ismerni. És a sinek azok ott mentek mögötte. Ott, ahol most azok a bútorok, vagy mik vannak oda kipakolva. Mondjuk nyitva van a kapu, de ebben magánterület, úgyhogy nem akarok bemenni. És azért megnézem, hogy itt a kerítésen keresztül be tudok keresni. És itt már látjátok ott a bicikli út helyett. Ott ment a vasút. Vagyis hát a bicikli út helyén, na. Tehát azért, na beszélj már ilyesen magyarul. Tehát valahol egyébként így jött egy ilyen ívben. Befele. Tehát itt ahol ez a telep volt, errefele jött, csak ezt nem tudtam követni. És valahol itt csatlakozott. Itt erre a vonalra, ami most már bicikliút. Tehát itt még az is lehet, hogy itt a maskaköves úton valahol még találnék sineket. Na, most akkor szintén vonatpótló bicikli, mint látjátok. És egyébként azért is érdekes itt ez a mellettünk lévő telep, mert ide vezetett be iparvágány az egykori hontházai vasútból. És egész eddig, és ez volt az egyetlen, hát úgymond nyílt vonali kiágazás, ahol iparvágány volt. Hát, hamarosan megérkezünk a következő megállóhoz, és akkor meg is mutatom. Szerintem ott a következő kereszteződésnél lesz. Úgyhogy
Sőt, nekem ez a híd is egy gyanús, tehát ezt a hidat ezt jobban meg kell nézni, mert szerintem a vasút is itt ment át, és ez még lehet, hogy eredeti, csak le nyomták egy ilyen betonlappal. Na, akkor itt mindjárt megállunk, és ezt a hidat ezt közelebbről meg kell nézni. Hát nem, tévedtem, ez nem az eredeti vasúti híd, viszont a pilléreit, hogyha megnézitek, tehát ezt itt, tehát ott volt, van egy régi pillér is, amire rátették az újat, az biztos, hogy ez még a 1910-es építésű. Na itt talán jobban látszik, ezt nézzétek! Tehát ez a pillér, ez biztos, hogy a... Tehát itt egy vasúti híd volt régebben. Hát fentről pontul meg fogom nézni, biztos, hogy találok róla valamit. Aha, nézzétek csak! És itt a másik pillér. Kamerát megpróbálom oda nektek betenni. Bemászni nem tudok, ma az kicsi a hely, viszont tudjátok, hogy felhasználták a régi hídnak a pillérét, és amikor ezt az új bicikliutat ide letették, nem tudom mikor lehetett. És igen, tévedtem az előbb, bármint lehet, hogy a videóból ki is fogom vágni, de ha mégse akar, akkor most mondom, hogy tévedtem, mert itt a vasúta tényleg itt ment, viszont ez volt ez a Gabona Kft-ben, akkor mi nem ez volt itt valószínűleg, de ide vezetett be iparvágány. Szerintem ott itt nagyjából mellettünk, tehát az a kapu az még valószínűleg iparvágány kapus volt, és ott van egy Mercedes busz is. Jó? És egyébként itt még, ha a Street View-on nézve is, mert ezt a biciklet újra aszfaltozták ám, hogy itt még voltak meg sinek. De most, mint láttátok, nem, bár meg a következő útátjáróban lehet, hogy lesznek. Tehát itt még azért pár sínszál megmaradt a régi vasútvonalból, de... Na, mindjárt. Itt például még biztos volt, majd bevágok szerintem ide Street View képet a Google-ból, de hogy itt még voltak sinek az úton. Hát most nincs. Hát ez nem nyert, itt nincsenek sinek. Rendőrök meg zafipaxoznak. De hát én nem megyek gyorsan, úgyhogy most nem ellenfelek. És akkor valószínűleg itt volt a megállóhely. Ott a kerítés véget ér, úgyhogy hát ugye telefonon csekkolni is fogom. Van, akkor mondom, rögtön magamat is helyesbítem, mert itt a záró raktározási vállalat, ez nem megállóhely volt itt, csak egy iparvágány kiágazás, innen ágazott ki valahol, egyébként itt volt, tehát itt nagyjából a bicikliút helyén, ahol most állok, mehetett a vasútvonal, és innen ágazott ki, hát ott azok az épületek egy része még biztos oda tartozott, és hát itt ment mellette, itt a fővonal mellett így, úgyhogy. De ezt majd fentről pontul megkérdezni pontosan, hogy mentek a vágányok, de biztos, hogy így erre. Az biztos, hogy a kiágazás itt volt, és egyébként ez a buszmegálló már utóbbi akkor is létezett. Tehát akkor innen majd megyünk tovább, és ott viszont én már látok valamit, amit ti még nem, de közelebb megyek és megmutatom. Itt bizony megmaradt egy sínszál. Ezt a bekötő utat, ami akárhova is vezet itt a lovas pad mellett, ezt nem aszfaltozták újra, és itt van a sínszál. Ez bizony a Handházai vasútvonal sínje, tehát itt ment. Hát itt majd nem fogom tudni követni, a bicikliút is véget ért sajnos. De egyébként itt, ahol az a két ló legelészik most, így itt megy illegyenesen a vasút. Hát itt nem tudom követni, csak a közúton majd. De tovább fogok menni. És hát egyébként itt van az a bekötőút is. És bizony, tehát itt volt valószínűleg az egyik, tehát, és nagyjából itt valahol mellette itt lehetett a másik sínszál. Tehát tényleg a bicikliút az majdnem pontosan követi a fúj a szél, de most össze-vissza minden irány volt, de próbál mindig valamerre fordulni, hogy ne legyen a felvétel szélzajos, de egyre nehezebb. Ha egyébként azt nézzétek meg, ott meg van egy napelempark. Azért van itt ennyire ágazás, mert ezek betárvezetékek, tehát ott van a napelempark, és akkor innen érte a föld alatti kábellel, ez a középfeszültségbe táplálnak be ezek a napelemek. És ezt nézzétek, nemhogy sí, még egy talfa is megmaradt. Ez bizony egy régi talfa, csak el van itt ásva, és lehet, hogy még itt mellette is lenne egy, hogyha jobban megkapirgálnám, de... Egyik azt már az egyik is. De ez bizony itt az átjáróban itt megmaradt a sínszál. Hát igen, itt nem volt újra aszfaltozás, és a kockakő is megmaradt. És itt bizony ment tovább a vasút. Hát mondjuk itt valószínűleg volt egy átenesz, ami már eltűnt. De itt van a töltés. Jó szélcsendet mondtak az időjárás jelentésbe.
ennyire megbízhatóak. És bizonyám, ez egy 54-es, ez biztos, hogy szelvénykő volt. Bizony. Ez 54-es szelvénykő. És az nagyjából stimmel is, mert tényleg 5,4 kilométerre jöttem valószínűleg, és a 20 kilométer az egész vasútvonal. És ezt nézzétek, itt van a töltés. De eltűntek a talpák is, meg a felépítmény az abszolút eltűnt. És... De ami viszont itt még jobban megmaradt, ezek a foszlapjávok. Aztán ezek a távíró póznák voltak, csak ezek a beton alátéteik a osztopoknak. Ugye ezt társák be a földbe, és ennek sem adozzák el a faoszlopot. És egyébként egy kis kicsivel arrébb lesz a következő megálló. Ezt nézzétek, itt van a vasúti töltéséket, itt volt valahol ugyel megállóhely, ami már a régen is csak egy táblás megállóhely volt, nem volt állomás épülése semmi. Csak egy egyszerű tábla és egy kezdetleges felon, ahol megállt volna viszont. Tehát ez a tévedhetetlen, hogy jó helyen vagyunk, hogy még a busz megállót is úgy hívják, hogy ugyan régi vasúti megállóhely. És hát a busz megálló sokkal nyújt nagyobb komfortot, mint annó a vasúti. De legalább egy esőbe álló épült ide. És akkor mindjárt felmegyek a töltésre. És egy kicsit szétnézünk. Tehát, igen, és itt az nagyon látszik, hogy a távíró pózáknak a hűtője az itt nagyon megvan. A faoszlopokat ellopták, de a betongyámokat nem. És hát az betonaj, nem betonaj. Azt hittem, hogy egy... Bár nem tudom, hogy milyen felépítmény volt, az sajnos a régi fotókon nem látszik, és infó sincs róla. Egy talpás volt, egy betonaljas, még meg, hogy milyen sírendszerrel. De itt egész jó állapotban fönnmaradt a vasúti töltés. Csak ez sajnos így be van nőve gazdal, úgyhogy egy biciklivel nem lehet igazából, hogy gyalog se nagyon menni rajta. Csak mellette a közúton lehet követni. És anna hoppá, itt viszont ezek betonaljak. Ezek bizony nagy vasúti betonaljak. Tehát kettő itt maradt. Itt viszont kiszedték az útátjáról. Itt volt a sín. Hát igen, itt egyébként van azért külterület, mert nagy a világ ez. Hát látszik ezek a postaládák, ahova már a postás se jár be, csak idáig. És akkor itt vannak a tanyáknak a postaládái. Szóval itt vagyunk, félúton vagyunk, Ugyel és Alsóerdő megállóhely között, és megtaláltam a hetes szelvénykövet. Kicsit már viharvelt állapotban, de megvan, látszik, hogy nagyobb is, mivel ez egy egész szelvény. Tehát itt vagyunk 7 kilométerre Szegléttől. Itt van a töltés, ugye. Ott még látszik egy betongyám, egy kicsivel távolabb még egy. Itt a vasúti töltés. És hát erre menne tovább, de hát itt ebbe a dzsungelbe nem egyszerű követni, viszont 800 méter a közúton a következő megálló, Alsóerdő. És szerencsére ezen az úton olyan nagy forgalom nincsen, tehát és ott van a spotter biciklim is a túloldalt. Azt ott hagytam az árokba. Félzed. Azért olyan sok autó áll, de nem jár, úgyhogy szerencsére azért lehet haladni. Még mindig itt van a töltés. Alsóerdő megállok kb. 200 méterre. És itt ezek a kövek, ezek lehet, hogy a vasútól származnak, legalábbis egy része. Itt azért álltam meg, hogy hátha találok sineket az átjáróba, de hát innen már felszedték őket. És ezt nézzétek, itt vagyunk a vasúti töltésen. És Alsóerdő megállóhelynek az esőbe állója az megmaradt épségben. Semmi, ez azért nem semmi. És gyertek, hogy ez az eredeti esőbe álló volt. Alsóerdő megállóhely. És itt volt a peron. Még ez is megvan. Azért ez nem semmi. Hát sajnos ezért az útátjáróban sín darabokat nem találtam. De azért ez az esőbe álló, ez nem semmi, hogy így egyben megmaradt. És ide épült mellé a busz megálló. És még a régi világítása is megvan, bár szerintem már nem működik, de a kandelábel is itt van. És errefele ment tovább a vasút. Tehát itt volt az útátjáró, de itt sineket nem hagytak meg. És egyébként szerintem itt ment tovább, ott van egy földút, szerintem azon ment tovább a vasút, de... Nem tudom, mennyire lehet követni, megnézem. És íme még egy szelvénykő, szerintem ez lesz a nyolcadik. Csak már annyira lekopott, hogy nem látszik rajta az írás. És itt menne egyébként tovább errefele a
vasút, tehát ez már a töltés, csak ráépült ott egy ház, úgyhogy itt nem tudom követni, vissza kell menni az útra. Itt a bezárt Pipacs vendéglőt megkerülve, itt vagyok megint a töltésen, és ott azon a földúton, ami ott előttünk van, ott folytatódik, és Zoldhalom megállóhely, vagy állomás, az már közel van, ilyen 700 méter, és egyébként ott van egy települési jelzőtábla, szintén kimond az, hogy Csemő-Zöldmalom, hát nem tudom, mennyire látjátok, de Csemő-Zöldhalom, tehát ez már a csemői tanyavilágban vagyunk. Tehát nagyjából fél úton hantháza fele, úgyhogy mehetünk tovább a földúton. Tehát itt a földút helyén ment a vasút, ezek a kövek még az akkori ágyazatból származhatnak. Ezek bizony azért ilyen bazalt kövek, amik a vasúton szoktak lenni. És hát hamarosan megérkezünk Zöldhalomhoz. És akkor látjátok, itt van Zöldhalomnak az állomás épülete, ez az, de alig lehet már ráismerni, annyira átalakították, hogy gyakorlatilag a vasúti múltjáról semmi. De. És ráadásul a sínek azok a túloldalt mentek, csak azt meg nem lehet most követni jelenleg, de hát talán ezt azt a lukat, ami ott ugye a padláson szokott lenni, a sötét épületeknél, azt ott ugye takarták el azzal az akármivel, meg ugye ott egy vakolatdísz szokott lenni, és ennyi. De hát egyébként minden más meg már eltüntettek róla. Úgyhogy akkor ez volt Zöldhalom. Hát a másikként arrafele megyünk tovább, és akkor szerintem már be lehet menni, és le is lehet a sineket követni. És akkor a konc dűlőn lefele, és ez pedig már a vasút nyomvonala mentén épült műút. Már nem bicikliút, ez már rendes műút, de nem nagyon van forgalma, és majd a kanyar után valamikor lesz a ballaszög, vagy nem tudom, valami hasonló, vagy balladűlő a következő megállóhely. Hát haladunk, aztán meglátjuk, hogy abból mi maradt. Itt azért elég sok épület fönnmaradt, csak már annyira átalakították, hogy némelyiken már alig lehet ráismerni, hogy vasúti múltja van. Egyébként az már lehet, hogy az az épület, amelyik ott van. Szerintem meg pont arrafele kanyarodik az út is. Itt legalább jól lehet a vasúton alatt követni. Hát hajrá, csak előre. Valahol itt ment egyébként a vasútvonal, és balladűlő megállóhely, az pedig valahol itt volt ezen a környéken, a térkép szerint, meg a GPS koordináták szerint, és volt itt egy ilyen esőbeállószerű bódé, majd bevágok róla a képet, a vasútállomások.hu megvan, de már a bezárváshoz is elég gömös állapotban volt, akkor még volt róla a kép 1970-ből. Hát most meg már nincs meg, tehát itt tudom, hogyha valami nyomát esetleg látom valahol, akkor majd ezt megmutatom nektek, de szerintem nem fogjuk. Mert ez már, az már úgy eltűnt, mint a sose lett volna. Én ez nekem gyanúsít, hogy lehet, hogy ez volt itt a vasúti töltés. A térkép itt tettem, mert a homokút mellett jelöli. A legszorabb ez a nagyon vékony szemcséi homokkal van megtöltve, ami össze-vissza csúszkál a biciklit, nem lehet rendesen tekerni rajta, csak tolni. Úgyhogy nem tudom, hogy kéne tovább menni. De már közel van a következő megálló. És egyébként lehet, hogy ez volt a vasúti töltés. Ezt nézzétek, itt van egy romos épület. Hát lehet, hogy ez volt a régi csemői állomás épület, bár nem hiszem. Ugye ez valahol itt jelzi a térkép, de hát szerintem annak már nyoma sincsen. Ugye az újabb csemői, ami felső csemő volt eredetileg, az meg már bent van a faluba. Egy kicsivel arrébb. Ezt esetleg még megnézem, hogy itt mi van. Kérdés, vagy kérdéssel, akik-e benne valaki. Na most átmegyünk Urbexbe, de itt nincs semmi. Nézzük meg a másikat. Szerintem itt sem fogok semmit találni. Azért benézek hát, ha. Se élőlény, se ember, semmi. Hát akkor nem tudom, hogy ez mi volt. Hát, az egyik rejtély itt a egyébként itt valahol a Vári dűlő, meg nem is tudom, melyik a csemői dűlő, talán nem tudom, melyik az a másik dűlőút, amin megyek, hát jó kérdés. Egyébként itt lovasok, itt mentek a Vári dűlő fele, de nekem nem arra kell menni, mert a vasútvonal az arra ment. Szóval erről jött valahol a vasút, és itt volt öregtanyák megállóhely, hiszen szintén csak egy táblás megállóhely volt, nem volt se elsőbeálló, se más. És valahol egy kicsit beljebb ment a töltés, hát már semmi nyoma nincsen, és nem is lehet pontosan követni, mert látjátok, a képet is van rajta. Viszont így közelebb jött itt a vasútdűlőhöz, és a következő megálló az már ott lesz. Tehát már lassan eljutunk Csemőre is. És akkor most elmondom, hogy erről jöttünk.
de itt nagyon látszik a töltés vége. És hát akkor itt a vasút dűlő, de végre már műút, ahol már biciklivel is lehet menni, nem csak tolni. Úgyhogy akkor haladjunk tovább. Ezt nézzétek, itt már közelebb van a töltés. Hát itt már egészen ide, itt volt az út mellett, és a csemői vasútállomás is arrafele lesz. Ugye hát már itt vagyunk Csemőn, már látja, nem? Úgyhogy ott lesz az arrafele, hogy megyünk tovább. És látjátok, még a busz megállnak, és az a neve, hogy Csemő régi vasúti megálló. Hú, közben meg azért elég szép fekete felhők jönnek, csak nehogy zuhé legyen. De hát gyerünk tovább Pantházára. És ezt nézzétek, itt van a felső Csemő, vagyis hát a Csemő megállóhely, járomás, nem tudom, hogy pontosan ez mi volt. És ez az utca felőli oldala, de jó, hogy már megint belebukadtak a videóba, szóval a vágányok azok a túloldalán voltak. Hát most azt nem tudom, hogy lakott-e vagy sem, fogd már be! Na, azért. De vagy legalább halkabban, hogy ne csak téged halljanak már a videóba. Na most nem úgy tűnik, mintha lakott lenne. Végre, abba hagyták. Viszont a túloldalt is út van, úgyhogy azt meg tudjuk nézni, úgyhogy megnézem a túloldalt is. Na szóval ez volt a vágányok felőli oldal, és valahol itt mentek a vágányok. Úgyhogy mi is errefele megyünk tovább. Hát itt volt maga a váltókövezett vágányok, azok itt lehettek, hogyha voltak egyáltalán. Hát most ide épült ez a templom. És akkor itt, hát azon az úton kell tovább menni, úgyhogy hajrá. És már közelítünk ennek, és egyébként a vasúti töltés vonalán megyünk nagyjából, itt a műút mellett, vagy a műút helyén ment. Na ez volt a régi ereki és megállóhely. Ez biztos, hogy vasúti épület volt, ez látszik. És még az is lehet, hogy lakott. Szóval ez volt a régi ereki és megállóhely, vagy állomás, most nem tudom pontosan mi volt épülete. És hát még az is lehet, hogy lakják. Megnézzük a másik oldalt. Igen, egyiket itt voltak a... Valószínűleg egyébként a vágányok azok ezen az oldalon voltak, és itt látszik, hogy itt ablakok voltak valamikor, csak befalaszták őket. Tehát itt lehet, hogy egy kiadás, vagy bármi lehetett itt. Vagy akár ajtó a válóterem fele, bár nem tudom, ez... Biztos, hogy nyílászáró volt, és azt szerintem ablak az viszont lehet, hogy ajtó volt ott a legszélső. De mindegy, hát annyi átalakítás van, valami belett falazva. És valószínűleg laknak itt, meg tyúkok. És a busz megálló Csemő ereki, és akkor ez lesz az. De vannak tyúkok az udvaron, tehát biztos, hogy laktak. Vagy laknak. És erre ment tovább a vasút, és ott van is egy tábla, Lajos Mizse 16 km, Albert is a 15, és igen, mert egyet olyan terv is volt a vasútvonallal, hogy Handházától Lajos Mizséig meghosszabbítják, és akkor nem zsákvonal lett volna, hanem lett volna kapcsolata a 142-esre is, de hát ez már nem valósult meg. Hamarabb megszüntették, még az a téglaépület is lehet, hogy vasúti volt. Olyan oldalrakodó átalakító, vagy melléképület, nem lehet tudni. Nem tudom, hogy itthon vannak egyébként, de mindegy, nem is lényeges, mert másik oldalon úgyse tudnám megnézni. De igen, tehát meg hát az a padlás feljáró, az is egy temávos épület jelleg. Úgyhogy igen, ez volt a... Ennyi, az ereki... Na, csak kimondom már, az erekiési önzét állomás, vagy megállóhely épülete. Akkor ismét itt. Itt ment a vasúti töltés, és valahol itt volt Csemő felsőjárás megállóhely. De már semmi nyoma nincsen, mint látjátok. De valahol itt lehetett a térkép szerint, és itt pedig van a királytér. És arrafele Hontháza, még van egy megállóhely, azt hiszem Táncs Istenet, vagy valami hasonló. És utána már, és az sincs már csak egy másfél kilométerre kb. Hontháza. Úgyhogy most már ezt a kevés távot le fogom gyűrni. A vasúti töltés az itt volt túlod, és valahol itt volt Táncs Istenet megállóhely, de most pontosan nem lehet már kivenni, de valahol itt volt. És errefele van Hontháza, már csak egy kilométer, úgyhogy ez már meg lesz. És igazából csak nyílegyenesen kell menni, úgyhogy ezt már el se lehet téveszteni. És Hontházán még megvan az állomás épület, legalábbis láttam róla a képet, és állítólag a kocsma működik benne, vagy lehet, hogy már magánlakás azóta. Még néhány évvel ezelőtt biztos, hogy kocsma volt, akkor még azt nekem még úgy írták. És itt a vége, ez a Hontházi vasútállomás. Sajnos be van kerítve, meg látjátok, még két házőrző is van, hallgassátok őket. Szóval közelebb nem tudok menni. Egyébként nézzük, hogy... És az még szerintem egy régi vasúti távírópúzna is ott van, plusz. Még szerintem ott lakodóta mindent lehet látni. Csak hát valószínűleg egyébként lakják az épületet, csak nincsenek itthon.
De a kutya az egyébként teszi a dolgát, őrzi. Úgyhogy semmi probléma. A két autó is van. Úgyhogy valószínűleg tényleg itt van valaki. Tehát ez már magánkézben van akkor ezek szerint, de legalább megmenekült az az épület, mert lakják. Még innen csinálok egy-két fotót, aztán megyek is tovább, mert itt ennél jobban nem lehet, tessék, itt van. És egyébként itt voltak előtte a sinek, tehát az... Meg van itt egy háromvágányos állomás volt a végén, úgyhogy... Hát akkor ennyi. Ezzel a képpel búcsúzok. Ezt nézzétek, ezt szépen elintézték ezt az épületet, szerintem leégett a padlás, de nem tudom, mi lehetett vele, de... Valószínűleg itt egyébként egy buszforduló volt. És egyébként, mint kiderült, otthon volt a tulajdonos. Tehát valóban magánlakás, egy három éve megvették, azt mondta, ezt az épületet, és hát ugye felújították, de próbálják eredeti állapotában megőrizni. Hát ugye nyílászáró csere, meg ilyesmi van még rajta, meg a külső vakolás, de eredeti állapotában akarják megőrizni, és már előttök és korábban is magánlakás volt, tehát laktak itt. Úgyhogy, de jó kezekben van, az a lényeg. Tehát vigyáznak rá, még fel is fogják újítani, és ezt így külön elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy az eredeti állapota meg legyen. És egyébként van egy emléktábla is, azt mondom, hogy vágok be képet, mert ugye kamerában nem látszik, de fényképet be tudtam oda zoomolni, és láttam. És még megvan az egyik, az élvállalat lakodó még megvan hátul. Tehát annyit mondott, hogy egy rámpa is az. De azt ők is örökölték, más nem maradt. Tehát hogyha volt bármi más melléképlet, az már nincs meg. De az élvállalat lakodó az még ott hátul megvan. Hát így kerítésen keresztül nem látszott. Akkor így ezt a videót itt már lehet zárni, és hát az eredeti tervem az volt, hogy Albert térségéig elbiciklizek, és akkor majd ott szállok vonatra. Viszont ugye az vissza kell, azt néztem, hogy azt rosszul néztem az utat, mert vissza kéne menni. Tehát itt errefele meg Lajosmizse fele lehet menni. És vagy esetleg Nagyköldösre, de az meg messzebb van. Tehát akkor még mindig jobb, hogyha elmegyek Lajosmizsére, és akkor ott. Vagy hogyha valami dűlőúton el lehet itt Albertésre fele menni, akkor arra, mert Albertésre annyival jobb lenne, hogy ott azért gyorsabb a szálltas, mint a 142-es, de hát majd, ahogy látszik, hát végül egy biciklitúra, úgyhogy hát majd megyek, amelyre kigondolom. Innestől már igazából tök minden, csak sötételés előtt kell hazaérni. Úgyhogy akkor ennyi lett volna, akkor köszönöm, hogy megnéztétek ezt a vonalba járó videót. Sziasztok!